Sziasztok! Ismét tanító videó következik, hiszen 27-én, április 27-én egy négyes konjunkciót fogunk tudni észlelni. Egyébként is azt hiszem, hogy sokan írtak róla, meg egy csomó asztronómiai honlap, meg Facebook oldal, meg csoport mutogatja azt, hogyha most itt hajnalban kimész, akkor ugye 4-5 bolygót is láthatsz a nappali, vagy tehát a hajnali égbolton. És ez adta egyébként az apropót, meg ez a gyönyörű négyes konjunkció, amihez készítettem is nektek megint csak egy kis összeállítást. Tehát pillancsunk is rá, ez egyébként már remek alkalmat fog tudni biztosítani a számomra, hogy megmutassam azt, hogy ami a képlet ábrán konjunkció, az valójában hogy néz ki az égbolton. Tehát nézzük meg, eleve ugye van is egy ilyen komplex fényszögkép halmaz. Itt most egy picit tágítottam az orbiszon. Én Isten igazából a sugárzó testekkel maximum 2 fokos orbiszt hagyok meg, hogyha komplex fényszögképeket vagy fényszögkép halmazokat nézek. A tegelyekhez pedig legfeljebb 1,5 fokot. Itt egy picit azért tágítottam, mert egy csomó érdekesség van így, hogy áll a rendelkezésünkre. Tehát ha láthatjátok, ugye be van karikázva, hogy ez egy déli, egyébként egy nagyjából a déli órákban néz ki így az égbolt, amit persze nem látunk, hiszen ha a nap fönt van az égen, akkor természetesen ezek mind láthatatlanok. Tehát egy csoportba kerül a Vénusz, a Neptunusz, a Jupiter, és ezen halad át a Hold. Önmagában is a Jupiter-Neptunusz konjunkció ennek az idei csillagászati évnek, de polgári évnek is a legesleg pozitívabb állása. Ez nagyjából 12-13 évenként van. Szólt is erről egy videóm egy pár héttel ezelőtt, vagy 10 nappal, nem is tudom mikor pontosan, de április 12-én pontosodott be, akkor volt tehát a Neptunusz és a Jupiter tű pontosan konjunkcióban, arról nyugodtan nézzétek meg a videót, és ott ezt lehet követni egyébként, tehát érdemes általában visszanézni, hogy mi volt az előző időszakban, milyen hatások érték az emberiséget, vagy önmagadat. Ugye saját magunkhoz akkor hozhatjuk le, hogyha ezeken a fokokon áll valamink, illetve ugye, tehát most itt, ahogy látod, a 23. 26. fok aktiválódik, tehát bármit van 23-26 fokon, akkor te ezt a fényszögkép halmazt lehozhatod a saját szintedre, és működtetheted. De mit is jelent egyébként önmagában a Jupiter és a Neptunusz konjunkciója? Amikor ez a két bolygó találkozik, akkor az történik, ugye, hogy hát a konjunkcióban egyesülnek, egyéb fényszögeknél pedig ugye a fényszög típus fogja meghatározni, hogy egyébként mi történhet köztük, de egyébként a Jupiter a nagy szerencse, az expanzió és az optimizmus bolygója, mindenből sokat ad, szoktam mondani, hogy a szarból is, viszont a Neptunusz pedig az álmok, a transzcendencia, a feltétel nélküli szeretet égéteste, hogyha egy felsőbb dimenziós szinten éljük meg, illetve ha lerángatjuk ide a fizikai síkra, akkor a ködösség, a ködösítés, az önbecsapás, az alkohollal, droggal, egyéb szubstanciákkal való visszaélés, a kábítás szintje. Tehát fel lehet fogni a Jupiter-Neptunusz úgy is, hogy kitágulnak a lehetőségeim a transzcendens minőségeimben, és vagy megélhetem pozitívan az álmaimat, vagy bízhatom, hihetek az álmaimban, mind a kettő hitbolygó is, ezt azért rögzítsük, de sajnos úgy is meg lehet élni, hogy a világban végbe menő becsapás, porhintés, rózsaszíni köd, az felerősödik, és sajnos mind a kettőt látsz, vagy látod. A mai hír egyébként azoknak, akik hát amúgy is már egy picit aggódnak itt a hatalmi koncentrációk és csoportosítások miatt, hogy a WHO úgy néz ki, hogy szeretne magának egy olyan hatalmat, egy ilyen államok fölötti hatalmat, amiből előírhatja a világban, hogy mit kell mindenképpen követnünk, milyen fajta, hát nyilvánvalóan oltási és egyéb szabályokat kell majd betartanunk, tehát tényleg afelé megy a világ, úgyhogy ezt megadják a világnak a vezetői, az országok vezetői, és azért ezt is rögzítsük, hogy a legtöbb országban iszonyatosan korrupt globalista vezetők vannak hatalmon, és akik nem olyanok, azokat meg kinyírják gyerekek, egyiket a másik után nyírják ki, most éppen Szlovákiában folyik a hírig, távol álljon tőlem, hogy Robert Ficót én szeressem, egyáltalán nem erről van szó, semmilyen szempontból nem szeretem, de az a karaktergyilkosság és egyéb, hogy börtönnel fenyegették meg egyebet, ez távol áll tőlem, tehát
nézzetek körbe, hogy mi történt az elmúlt 2 évben politikailag, ahol is egy picit is nemzeti érzelmű kormány, vagy az emberek valódi érdekeit figyelembe vevő kormány volt hatalmon, azokat vagy leváltották, és általában börtönbe is zúgták őket, tehát mindenféleképpen érdekes politikai folyamatok zajlanak le, tehát gőzerővel folyik valami óriási disznóság a világ népei ellen. Csak elmesélem nektek, hogy Amerikában érdekes van, az élelmiszeripar romborodik éppen le, hát a gazdaság az abszolút romokban van, persze mondhatjátok azt, hogy még szép halál, meg milyen jó lenne úgy élni, ahogy ők élnek, persze, csak hogy ugye az amerikaiak számára a távolságok áthidalása borzasztóan fontos, mindig is azért is volt a szabadság országa, hiszen az autózás az nagyon könnyű volt, nagyon jó volt az infrastruktúra, olcsó volt a benzin, az infrastruktúra már tönkrement, vagy legalábbis nagyon-nagyon nagy hiány szenved, nem régiben dőlt össze például egy híd, és baromi rossz állapotban vannak az úthálózatok is, illetve a benzin az a sokszorosára emelkedett, tehát már egyáltalán nem olyan nagyon könnyű közlekedni, és most úgy néz ki, hogy mesterséges éhínséget akarnak gyártani, mert egész egyszerűen nem tud eljutni a műtrágya a földekre, illetve a nagy élelmiszer raktárak egyike másik azt szépen felgyullad, beleszáll egy repülőgép, vagy egyszerűen magától ilyen öngyulladással fölgyullad, tehát érdekes folyamatok vannak, tehát hogy mondjam, nagyon érdekes időknek, múltfele kalandosnak ígérkező időszaknak nézünk elébe, hogy Bogár Lászlót idézzem. Tehát a Jupiter-Neptun bizony erről is szólhat. Tehát sajnos erről is szólhat, és az az igazság, hogy a nyugatnak, a nyugati országoknak hogy fogalmazzam, az önreflexiója, az élethez való hozzáállása, az teljesen elhűlt, tehát ott még de a mi immunrendszerünk azért még nem ment teljesen tönkre, az övék az sajnos abszolút tönkre ment. Na nézzük, hogy mi is van itt. Tehát a Vénusz csatlakozik ehhez a konjunkcióhoz 27-én, már akkor hatótávolságon belül lesz, de a következő napokban ez egyre szorosabbá válik, illetve a Hold halad át, tehát azért választottam végülis a 27-ét, mert a Hold szintén a déli órákban áthalad ezeken a fokokon, és megvilágítja lelki erővel, intenzitással teli a télidőt. Mindez a halakban. Ugye aztán amit még ugye láttunk, a Bika, Skorpió, holcsomó pontokat, ezek is nagyjából 22-23 fokon vannak még éppen. A szerez az ikrekben az intellektuális gondoskodó elvet szimbolizálja, a Szaturnusz a vízöntőben van gyakorlatilag még ebben az évben, vagy nem sokára átmegy a halakban, és a sötét hold Lilithet látjátok még itt az oroszlánban, tehát ezekből áll össze gyakorlatilag ez a komplex fényszög képhalmaz, lehet elemezni, hogy itt van gyakorlatilag egy keresztkvadrát, ugye még mindig ott van az a bizonyos karmaketrec, ez most már egy dupla karmaketrec, nőtte ki magát a sötét holddal, amiről szintén napokig beszéltem, és le lehet szépen bontani, hogy mi van még itt, mindenféle alakzatokat lehet keresni és találni. De amiről a mai napon igazából beszélni szeretnék, az a hajnali 5 órakor figyelhető meg Budapesten. Bármelyik napon megfigyelhető, tehát én ezt ki fogom rakni nektek valószínűleg 26-án, egy pár nappal előtte készítem el, mert így van időm rá, de mindig legalább egy nappal előtte ki szoktam rakni, és érdemes akkor, hogyha fel tudsz ébredni kora reggel, kinézni a keleti égboltra, látni fogod a Szaturnuszt, a Marsot, és a Jupitert és a Vénuszt mindenféleképpen. A Hold, hogyha mondjuk 2 nappal korábban nézel ki, akkor természetesen távolabb lesz, hiszen a Hold az nagyjából 12-13 fokot halad egy nap, tehát mindig máshol fogod látni, de én ezt a konjunkciót akartam nektek megmutatni, ugye, tehát a hajnali órákban még csak ezt fogod látni, és a születési képletben ha konjunkciót látsz, akkor látod, ez a Vénusz volt, ez egy nagyon szoros konjunkció, ugye ráadásul bepontosodó, tehát a nap folyamán a Jupiter, vagy a Hold áthalad a Vénuszon, és aztán majd közelít a Jupiterhez, és itt nagyjából még olyan 5 foknyira van, tehát este vagy délután 5 órára már bőven eléri a Jupitert is. Ez az öreg sarló holdfázis, tehát egy nagyon keskeny sarlót fogsz fönt látni, a hold az gyakorlatilag éppen haldoklik, tehát ugye tudjuk, hogy
az új hold előtti három nap, az a holdnak a haldoklása, hiszen egész éjjel nincsen fönt hold, csak éppen hajnali órákban felfénylik, és aztán ahogy egyre közelebb kerül a naphoz, egyre kevésbé lehet látni. Egyébként azok a mitoszok, ahol az istenség harmadik napra feltámad, az a hold istennőnek, vagy hold istennek a feltámadását szimbolizálja. Most itt a fontos, amit láthattok, ugyanis itt benthetem a napi haladási sebességet is, tehát ez a napi haladás, hogy lássátok, hogy mégis hogy néz ki. Ezek a látható bolygók, és a planetáriumban az látható, ugye, hogy hogyan jelennek ezek meg. És hiába van a hosszúsági fok szinte ugyanaz, ugye egy fokon belüli az a konjunkciója itt hajnali 5 órakor a Vénusznak és a Holdnak, látjátok, be is kereteztem, a deklinációjuk nagyon más, tehát a Hold az délebre van, a Vénusz az északabbra, tehát gyakorlatilag az történik, hogy ez a konjunkció, ez az együttállás, ez igazából a térben, a konkrét fizikai térben egymás fölöttiséget fog jelenteni. Néhány álló csillagot is mutatok nektek, mert gyakorlatilag ezeket is lehet azonosítani a hajnali égbolton. Ahhoz egy picit korábban kell fölkelni, mert tényleg sötétnek kell lenni az égnek, de ugye ami talán igazából látható, ezekről a csillagokról beszéltem az elmúlt napokban is, ugye itt lehet látni a vízöntőnek a három csillagát, Szadal Melek, ez az alfa, Szadal Szúd, a béta, ezek 3,1-3,2-es magnitúdójú csillag, és a Szadal Sbia az egy kicsit halványabb, illetve a Deneb Algedi a Baknak a gamma, deltája, tehát a negyedik legfényesebb csillag, és konkrétan fényesebb, mint a vízöntő csillagai. És amit Papp Gábor mindig mond, hogy tulajdonképpen a vízöntő csillag kép, az nem is annyira önálló, mert hogy ráfolyik a halakra, meg a bakra, azt itt nagyon szépen egyébként lehet látni, mert ezek a baknak a csillagjai. Jó, tehát itt láthatod a deklinációt. Mondjuk például a Jupiter az -2, tehát ez azt jelenti, hogy itt van az égi egyenlítő, és gyakorlatilag éppen alatta van egy picivel, de például ugye a Mars -9-vel, látjátok, az megint csak ugye az égi egyenlítőhöz képest 9, ez egy ilyen, ez 10 fok egyébként, ez a sárga vonalig, ez 10 fok, tehát gyakorlatilag ez 9 fok 33, tehát majdnem, oppá, megint elcsúsztattam annyi eszemben, mint egy maréklap, na mindegy. Jó, és akkor ugyanakkor meg a Szaturnusz, ugye, az meg itt van lent, az meg 14,5 fokon van, tehát látjátok, az égi egyenlítőhöz képest itt így helyezkednek el az égitesség, most éppen mindegyik a déli égbolton van, tehát az egyenlítőtől délre, tehát tőlünk távol. És akkor nézzük meg a térítőnek a transzcendens égitestjeit, itt már tényleg csak arra koncentráltam, ami nagyon lényeges. Megint a színkód ugyanaz, mint eddig is, tehát lilával, az aszteroidák, kékkel, a kentaurok, TNO-k, tehát ezek a bizonyos transzneptuni objektumok, újperőbeli objektumok, illetve pirossal, az álló csillagok, és itt ellenőrizhetitek, hogy alfa, béta, gamma, delta, epsilon, vagy milyen, ugye ez mindig az alfa mindig a legelső, legfényesebb csillag a konstellációban, a béta a második, gamma a harmadik, delta a negyedik, az epsilon az ötödik, általában eddig szoktuk nézni, persze a csillagászok még nézik tovább is, de ezek nem abszolút fényességet jeleznek, hanem a csillagképen belüli arányokat mutatják, míg a zárójel végén lévő szám mutatja meg a magnitúdót, ez minél kisebb, annál fényesebb a csillag. Körülbelül 5-6-ig látjuk szabad szemmel, a 7-es magnitúdói csillagok már nem láthatók. Nézzük ezeket meg, nézzük magukat a transzcendens égitesteket, hogy mivel egészítik ki a télidőt, aminek a legfontosabb állása most alapvetően ugye ez a dupla karma ketrec, vagy fix kereszt kvadrát. A Szaturnusztal még mindig ott van a holcsomópontokhoz vetülő Szaturnusz karma ketrec, ami bizony a sorsot és a karmát dönteti el velünk, tehát hogy a sorsba állok bele, vagy a karmámat pörgetem még mindig, és ehhez a sötét hold lét, az átok magunkra vétele szolgáltatja az ellenpontot, és ez abszolút a fő konstelláció itt a számunkra, és ezek aztán ugye lehet tovább bontogatni őket, keresgélhettek itt. Itt van például egy fix levegős mozdony,
a holdcsomópontok, Szaturnusz és a Szerez, ez ott volt már napokkal ezelőtt is, ezek viszonylag lassabban mozgó égitestek, stb. Tehát itt lehet, mondom, keresgélni dolgokat, itt van egy kisebb mennyis, vagy méretű trapéz, stb. Itt van egy nagyobb trapéz, nem tudom, hogy láthatjátok-e, tehát itt. Szépen vegyétek ki, és nagyon sokat fogtok belőle tanulni. Na nézzük a Szaturnusznak az égitestjeit. Ott van a Hannibál, aki ugye egy hadvezér volt, és tudjuk, a legenda szerint, hogy ő az, aki átvezette a harcosait, a hadseregét az alapokon, ami nem kis mutatvány, de azért érdemes tudni, hogy Leher az már átvezette a saját hadseregét, tehát kb. 1000 évvel hozzá képest, tehát gyakorlatilag ezt mi is megcsináltuk, tehát legyetek büszkék a magyar őseitekre. És két állócsillag van a Szaturnuszon, a Deneb Algedir, ez ugye a béta, a baknak a bétája, deltája, bocsánat, és a Szanaszűd a vízöntőnek a bétája, és láthatjátok most, hogy a delta a negyedik legfényesebb csillag, a béta pedig a második, és mégis ez hármas magnitúdú, ez meg 3,1-es, nem mintha ezt szabad szemmel olyan nagyon érzékelni tudnánk, de hát ez van. A Vénuszon, tehát most itt különböztük ezt a négyes konjunkciót, a Vénuszon van a Markab, tehát a Pegazusnak az alfája, a fejből kipattanó gondolatok. A Neptunuszon találod az Okirót, ugye Kejron és Csarikló kislányát, aki direkt lóvá butítja magát, hogy ne kelljen beszélnie, mert különben állandóan megbüntetik a párkák, hogy olyan dolgokat kocsok ki, mint orákulum, amit nem lenne szabad. Tehát ez a valódi képességnek az elrejtőzésével kapcsolatos karmikus sebeket jelzi. Tália, ugye a színjátszásnak az a múzsája, és Szibele, aki pedig egy nagyon erőteljes feminin archetípus, az egyik ős istennő, a kerek egész femininnek a szimbóluma. A Jupiteren találod Borassisit, aki az egyik ilyen kreatív, negatív kreatív ragyogás, tehát az ilyen zsarnok archetípus, tehát a zsarnokoskodás, a kreatív energiáknak a rosszra használatát erősíti föl most éppen a Jupiter, és Zeus meg, hát a főisten, önmaga tulajdonképpen a görög változat egy aszteroidában testesül meg, tehát ő önmagában még így rá is erősít. Ez viszont mutatja azt, hogy a hatalmi játszmák azok erősödni fognak, tehát itt tulajdonképpen három zsarnok egyesül, mert ugye Jupiter és Zeus is tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy főistenként azért eléggé zsarnoki módon tudnak viselkedni. A Borassisipek egyértelműen ennek a negatívumát hozza ki, ezért is beszéltem arról, hogy a világban most milyen folyamatok vannak, mert nekem nem igazán tetszenek azok a dolgok, amik vannak. Az Eriszen a Mnenoszűnét látod, és a Gutenberget. Hát a Gutenberg a könyvnyomtatás atya, Mnenoszűné pedig ugye az emlékezésnek a múzsája. Nagyon érdekes egyébként ez is, mert ugye hát én könyvmoly vagyok, meg imádom a könyveket, nekem egyelőre csak papír alapú könyveim vannak, és imádom őket gyűrögetni, és azon eszem, és a többi, borzasztó állapotban tudnak lenni a könyveim. Minden esetre ugyanakkor, abban a másodpercben, hogy leírsz valamilyen tudást, az megszilárdul, megcsontosodik, megmerevedik, és a könyvnyomtatás előtt a kódexeket másolták, az is egy másfajta folyamat volt, tehát valóban eljutott nagyon sok emberhez a tudás, de az őstudás sajnos el is veszett bizonyos fokig, tehát a lektűr, a búvli, az értéktelen dolgok is eljutnak az emberekhez. Tehát emlékezzünk ezekre a dolgokra is, és az Eris ugye drasztikusan megváltozó külső körülményeken, ugye mindezt hát negatív értelmezésbe helyezi. A holcsomópontokon szintén vannak égitestek, a leszállón csak az Adonis, ugye az a bizonyos gyönyörű ifjú, akibe Afrodité és Perszefone is szerelmes lesz. A felszállón viszont ott van a Pélion nevezetű kentaur, ugye az élethegye, amit meg kell mászni, és három aszteroida, Agamemnon, ugye a harcos, Zero, a semmiből teremtés képessége, és Hekaté, a sötét holdistennő. A Szerez viszont azon a bizonyos fokon van, amit sokszor bemutattam már, ez az ikrek 22.-23. foka, elképesztő csillagállások vannak itt, tehát 4-5-6 nagyon fényes és nagyon fontos álló csillag van, ezek mindenütt, tehát ezek hosszúsági fokon vannak egy helyen, de igazából szanaszét vannak az égbolton, tehát ez az, amit ugye bemutattam nektek az előbb, hogy amikor látsz egy hold Jupiter vagy hold Vénusz együttállást, az hosszúságban együttállás, de deklinációban lehet, hogy teljesen más helyen van.
És itt a következő állatcsillagok vannak, ugye az elnád a bikának a bétája. Az egész bika csillagkép tulajdonképpen a termékenységről, az ős energiákról szól. Az elnád, amikor alfa és béta csillagot látunk, akkor nagyon sokszor az alfa a pozitív, a ragyogó, a mindenféle sikereket hozó, ugye itt a bétát látjuk, az pedig egy kicsit az ellenpontja ennek, egy kicsit az árnyékból történő siker, szerencse, küzdésképesség, hatalom, ezeket szokta jelenteni a béta csillag. Mintaka viszont az egyik övcsillagunk, az Alnílam a másik, tehát itt az Orion deltája és epsilonja látható. Milyen érdekes, hogy a delta a negyedik, az epsilon az ötödik csillag, és mégis az Alnílam a fényesebb, tehát látjátok, ez már egy megkülönböztethető fényesség érdekes módon. Azt kell tudni az Alnílamról is, és a mintakáról is, mind a három övcsillag rajta van az égi egyenlítőn, tehát az isteni mértéket, az isteni kiteljesedést, balanszot szimbolizálja. A fakt a galambnak az alfája, és egyértelműen a béketeremtésnek a szimbóluma, tehát itt azért valamivel reménykedhetünk. A kapella viszont a fuvarosnak az alfája, ugye kapella nimfa volt az, aki Zeuszt felnevelte a mondák szerint, tehát ez a fajta bőségszarú, de ugyanakkor a fuvaros az pedig egyfajta győzni tudásnak a szimbóluma. Tehát ezek vannak, ezek a szerezen vannak, és akkor még a sötét holdon egy aszteroidát látsz, az pedig Xerxész, ugye a hadvezér, ami azért izgalmas, mert ezt kellene most csinálnunk gyerekek, tehát pontosan erről szól a télidő. Szerez, ugye a gondoskodó elv, de az otthonteremtés, a nemzet, a család, annak a minőségnek a szimbóluma, amiből minden megteremthető, mert hogyha családban élsz, az családtagok azok mindig egymást támogatták, tehát abszolút nem véletlen, hogy a kommunisták mindig a parasztokat üldözték, és a családot akarták szétverni, tehát ez a lényeg, hogyha azt szétverik, akkor azt csinálnak az emberekkel, amit akarnak. Látok, hogy ez sajnos így történt. És itt most az a lényeges üzenete a télidőnek, hogy ne engedd, hogy harcolj érte, hogy alapjaiban állj ki annak érdekében, hogy tartsd össze mindazt, ami lényeges, ami fontos a számodra, mert el fogják venni tőlünk. Tehát, hogyha államfők, volt államfők, politikusok, bedönthetők, börtönbe zárhatók, mindenféle himi-humi mondva csinált ürüggyel perbefoghatók, és mindenkinek van baj a fején, tehát ne áltassuk meg magunkat. A legtöbb politikus azért megy el politikusnak, mert semmi más nem alkalmas. Tehát mindenkiről ki lehet deríteni valamit, mindenkiről vannak titkos szolgálati akták, azt rántanak be, amit akarnak, és az első benyomás után nem jön más, elhangzik egy hír, az a nézőközönség felzúdul, ugye az előadás lemegy, és utána hiába mondja azt, hiába derül ki róla, hogy nem is így volt, meg befeketítették a nevét, ugye az a bizonyos kabát ügy, az ráég, és ennyi. És a világban ez történik most, egész egyszerűen azoknak veszik el a hatalmát, hogy igyekeznek befeketíteni, akik pont a nemzetet, a családot, az alapvető emberi értékeket védik, és ennek az a célja, hogy legyen egy világkormányzás, legyen egyfajta ilyen csodálatos egyenvilág, a falanszer, ahol mindenki egyenlő, és nincs magántulajdon, ugye ez a lényeg, hogy a magántulajdon az megszűnik, és te nagyon boldog leszel 2030-ra ez a terv, és tényleg beleállnak az országok vezetői, egyszerűen azért, mert korruptak, mert kretének, mert idióták, és azt gondolják, hogy ez majd milyen szuper világ lesz. Láttunk már ilyen világot, 100 millió halottal később nem kellene újra megismételni, szerintem. Minden esetre használjátok ki jól a téridőt, legalább együtt tegyünk meg önmagunk számára. Sziasztok! Köszönöm, hogy meghallgattam.